A ritka jelenség főszereplője a kérész, vagyis a tiszavirág. Ez a védett rovar egykor Európa szerte elterjedt volt, ma már csak a Tiszában és mellékfolyóiban él. Sokan csónakból, kenuból nézték végig a szárnyas rovarok rajzását. 3-4 óráig él, tehát ki kell a petéjéből, és utána párosodik, és amint párosodott, lerakja a petéjét, és elhal. A kérészek 3 évig tartó lárva létük után bújnak elő a tiszai szapjából. Kifejlett, ivarérett formájukban csak néhány óráig élnek, ekkor járják násztáncukat. A párzás után a hímek szinte azonnal elpusztulnak, a nőstényeknek pedig annyi idejük marad, hogy lerakják petéiket. Idén sokkal kevesebb kérész rajzott a Tiszán, mint a korábbi években. Ezt a horgászok a vízszennyezettségével magyarázzák. Ha nem lenne ez a mérgezés, ez minden évben sokkal több lenne, ami ki kell, mint az, ami elpusztul. Többen merítő hálóval a kezükben figyelték a vizet. A kérész nagyon jó csali a horgászoknak, de befogásuk tilos, mert védett rovarok. Ezt azonban Magyar Kanizsánál idén sem tartották tiszteletben.